Bűnvádi eljárás indult Kolozsvár alpolgármestere Horváth Anna ellen. A korrupció ellenes ügyészség befolyással való üzérkedéssel vádolja az elöljárót. Horváth Anna 60 napig nem gyakorolhatja alpolgármesteri hivatalát. Egy hét telt el azóta, hogy a korrupció ellenes ügyészség házkutatást tartott Horváth Anna kolozsvári alpolgármester lakásán és irodájában is. Mint később kiderült, az önkormányzati választási kampány finanszírozása és a városházán betöltött tisztségek közötti esetleges kapcsolatokat vizsgálták. A DNA a Kolozs megyei RMDSZ székházát is felkereste. Az ügyészeket itt is a választási kampánnyal kapcsolatos iratok érdekelték. Toate finanțările au fost trimise la București, au fost făcute conform legii finanțării campaniei electorale cu donații de la persoane fizice, ale căror listă este la AEP, care au semnat actele, deci fără absolut niciun secret. Acestea toate conform legii sunt documente publice. A városházán tett 7 órás vizsgálódás után az ügyészek több doboznyi iratcsomót szedtek össze, és bekísérték Horváth Annát kihallgatásra. Nem közölték vele, hogy milyen minőségében, és azt sem, hogy mivel vádolják. A kihallgatás után az alpolgármester szabadon távozhatott. Másnap a korrupció ellenes ügyészség közleményben tudatta, hogy Horváth Annát befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják. Az ügyészek szerint 2016. február és májusa között Horváth Anna megsürgette a polgármesteri hivatal városrendészeti osztályán egy vállalkozó építkezési engedélyének kibocsátását. Cserében az alpolgármester 60 darab fesztivál bérletet kért az üzletembertől, összesen 20 ezer lei értékben, amelyekkel a választási kampányában segítkező önkénteseket akarta jutalmazni. Horváth Anna ellen a kolozsvári korrupciós bűncselekményeket kivizsgáló ügyészség befolyásol való üzérkedésért vádolják. A jelenlegi pillanatban a nyomozás folyamatban van, az ügyészek az elkövetkező napokban, hetekben tanúkat fognak kihallgatni, illetve minden nyomozásra utaló munkát fognak elvégezni az igazság kiderítéséért. Még a védelemnek sem juttatták át a nyomozási anyagot, az ügyész köteles átnyújtani ezt az anyagot max. 10 napon belül a vádemeléstől. Szerintünk ezt át is fogják adni nekünk az elkövetkezőkben. A korrupció ellenes ügyészség 60 napos hatósági felügyelet alá helyezte Horváth Annát. Ez idő alatt nem láthatja el az alpolgármesteri teendőket, nem veheti fel a kapcsolatot az ügyében érintett személyekkel, rendszeresen meg kell jelennie a hatóságok előtt, és csak az ügyészek jóváhagyásával hagyhatja el az országot. Lehet a fellebbezési határidő az ügyészségi vizsgálat ellen, hogy nem fellebbeztek. Miért? Ez a védelem döntése volt, mondhatom úgy, hogy az én döntésem is, azért, mert az első 60 nap alatt a doszár vagy a dosszié forró. Ez azt jelenti, hogy ez idő alatt történik a legtöbb kihallgatás, és el szerettük volna kerülni annak a gyanúját, hogy bárkit befolyásolnánk, mivel a szövegben is benne van, hogy nem szabad felvegyük bizonyos személyekkel a kapcsolatot, kizárva mindenféle kételyt, ez volt a közös döntés. Ezen kívül az elkövetkező 60 napra ezt még nem tudom elmondani, mit rendel az ügyész, hogy illetve lesz-e fellebbezés vagy nem. Az RMDSZ közleményben tudatta, szolidáris, bízik és kiáll Horváth Anna mellett, mivel egy olyan politikusról van szó, aki hosszú éveken keresztül a közösség érdekében törvényesen és tisztességesen végezte munkáját. A szövetség nőszervezete is támogatásáról biztosította Horváth Annát, akit hangsúlyozzák, az ügy tisztázásáig megillett az ártatlanság vélelme. A kolozsvári városi tanács szociáldemokrata frakciója ellenben becsületbeli lemondásra szólította fel a hivatala gyakorlásától eltiltott alpolgármestert. Facebook oldalán Horváth Anna bejelentette, a következő 60 napra az alpolgármesteri teendőktől való eltiltása idejére fizetés nélküli szabadságot vesz ki, mert nem tartja tisztességesnek pénzt kapni valamiért, amiért nem dolgozhat meg.